Fának csapodott egy autó a 65-ös számú úton Irekszemcse határában december elején. A Siófok felé tartó sofőr vélhetően azért tért le az útról, mert ittas volt, és nem tudta bevenni a kanyart. A balesetben egy ember meghalt, kettőt pedig a mentők kórházba szállítottak. Ettől a helytől nem messze a 6-os úton Bonyhád és Kakast között csúszott be egy férfi az árokba december közepén. Ebben a balesetben is közrejátszhatott az alkohol. Úgy tudjuk, a sofőr vélhetően azért tért le az útról, mert ittasan vezetett, és elvesztette az uralmát az autó fölött. A kiérkező rendőrök meg akarták vele fújatni a szondát és elkérni az iratait, ám a férfi annyira részeg volt, hogy elaludt intézkedés közben. Komlósiné Kis Annát, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt mondja, a megyében sokan okoznak balesetet ittasan. Sajnos Tolna megye útjain bekövetkezett halálos kimenetelű baleset is amiatt, hogy valaki ittas állapotban ült az autóba. Ez szerencsére nem jellemző a mindennapokban, viszont számtalan olyan eset van, amikor kollégáimnak ittas járművezetővel szemben kell intézkedni, akkor is, amikor éppen nem okoz balesetet az ittas járművezető. Mindenkinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy alkoholfogyasztása senki számára sem tilalmazott, viszont hogyha bárki akár csak egy pohár bort vagy egy üveg sört megiszik, akkor a járművalánja mögé ne üljön. Mindenki ezzel saját maga, illetve mások életét is megmentheti. Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottságának legfrissebb adatai szerint az év első 10 hónapjában összesen 14.159 személyi sérüléssel járó baleset történt hazánk útjain. Ez 3,5%-kal több, mint 2017 hasonló időszakában. Október végéig 513-an vesztették életüket az utakon, ez 15 fővel több, mint a tavalyi hasonló periódusban. A balesetek legfőbb oka továbbra is a gyorshajtás, ami a balesetek 31%-áért felelős. Az alkoholos befolyásoltság a balesetek 8,5%-ában volt tetten érhető, vagyis minden 12. baleset ittas vezetés miatt következett be.